Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy örömömre szolgál, hogy együtt lehetünk. Van akikkel személyesen, van akikkel az interneten, élőben, illetve felvételről. Megkérek mindenkit, hogy a mobiltelefonját némítse el, vagy kapcsolja ki. Köszönöm szépen. Arra is megkérek mindenkit, hogy jegyzeteljen. Érdemes otthon is ezeket megtenni. És ha bárkinek kérdése van a neten, akkor tud kérdezni ott a weboldalunkon, ahol fölcsatlakozott. A jelenlévőket megkérem, hogy bárkinek kérdése vagy hozzászólása lenne, akkor írja föl, és majd a szünetben megbeszéljük. Köszönöm. Szeretnék bemutatkozni. Szedlacsik Miklósnak hívnak, én leszek a mai est előadója. És akkor kezdjük el az esténket, amely két részből fog állni. Az első rész az 4-8-ig fog tartani, a második rész pedig rá 4 órára kezdődik, és 9-10-ig fog tartani. Közte lesz majd még egy szünet is. Az első részt bárki igénybe veheti, a második részt azok vehetik igénybe díjmentesen, akik személyesen megjelentek a helyszínen. No, akkor kezdjünk hozzá, nézzük meg is, hogy mivel is foglalkozunk mi. Hát van nekünk egy szervezetünk, amely 22 éves, ezt úgy hívják, hogy PPH, hosszú nevén Problem Prevention Holding, és több dologban egyedülállóak lettünk ez alatt a 23 év alatt. Például abban, hogy 4 területen lettünk piacvezetők, amit senki más nem tudott utánunk csinálni, nem csak Magyarországon, hanem világviszonylatban sem. Egyébként egy olyan egyedülálló lehetőséget nyújtunk az emberek számára, amely nagyon nagy hiányt tölt be az emberiség életében. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé megy a világ. Kezeket? Köszönöm, nem vagyunk elégedettek. Hát, nézzük meg, hogy mit tehetünk ennek érdekében. Lassan mindenkinek be kellene látnia, hogy a 21. század felgyorsult világában csak az élhet tartósan boldog életet, aki képes az élethelyzeteit helyesen kezelni, a problémáit megelőzni, illetve megoldani, és ezekhez másokat is hozzá tud segíteni. Bizonyára tudják azt, hogy a Föld tudáskészlete az nagyon érdekes módon 18 hónap alatt megduplázódik. Na most ehhez képest akkor gondolja végig, hogy az ön tudáskészlete mennyi idő alatt duplázódik meg. Magyarul a világhoz képest milyen sebességgel marad el, vagy esetleg nem marad el. Nyilván én nem azt mondom, hogy amit a világban információ létrejön, azt minden tudnia kellene az embernek, most nem erről van szó, hanem arról, hogy a Föld tudáskészlete az másfél évente duplázódik, és az emberek ehhez képest azt gondolják, hogy bőven eleget tudnak az élet és az ember működéséről. Tehát az élet és az ember működéséről én az átlagnál sokkal, de sokkal többet tudok, de mégis azt mondom, hogy keveset ahhoz képest, amit lehetne tudnom, illetve fogok tudni a jövőben. Na szóval lényeg az, hogy mi egy különleges dologgal foglalkozunk, ha nézzük meg, hogy mivel is, mit nyújtunk. A Nyílt Akadémia, tehát van nekünk egy Nyílt Akadémiánk, tehát egy akadémiánk, azért nyílt, mert bárki számára nyílt. Egy eddig nem terjesztett, eltitkolt tudást és képességeket nyújt. Tehát ha megnézik az iskolákban a tudást,
milyen tudást adtak át az iskolákban, gondoljuk végig. Az íráson, olvasáson, számoláson kívül, de az alapműveleti számoláson kívül, igazából abból, amit a 8 általánosban tanultunk, semmit nem használunk. Az ég adta világon. Legalábbis nem használjuk nap mint nap. Tehát magyarul azt, amit a 8 év alatt tanultunk, abból 2 év alatt megtanulható lett volna az, amit az ember hasznosítani tud majd az életében. A 6 év az totál felesleges volt. Ezt azt mondják, hogy azért szükséges, mert hogy szocializálni kell a gyerekeket. Ez akkora baromság, hogy hihetetlen nagy baromság. A gyereket nem kell szocializálni, mert sokkal szocializáltabb, mint a felnőttek. Itt mentek az imént, egy olyan órával, vagy másfél órával ezelőtt, fiatal gyerekek, 3 osztály, külön-külön 3 időben. Kisebbek, kicsit nagyobbak, és a legnagyobbak olyan 8-osak lehettek. És figyeltem őket direkt. A kicsik voltak a legkommunikatívabbak, tehát a legközlékenyebbek, a legbeszédesebbek. A kicsit nagyobbak picit kevésbé, a 8-osak már még kevésbé, de most itt felnőtt csapat ment volna el, akkor azok még kevésbé lettek volna beszédesek. Na most én a múltkor láttam egy olyat, hogy egy boltba vásároltam, és a kasszánál álltam sorba, és jött egy fiatal anyuka egy kisgyerekkel, egy ilyen picikével, lehetett talán, hát nem tudott még igazából nagyon beszélni. Erre nem sokkal rá jött oda a sorba, ugyanúgy egy körülbelül hasonló korú gyerek, hát mennyi lehetett, talán 2 évesek lehettek, hasonló korú gyerek, anyukájával szintén, jött szintén beállni a sorba. A két gyerek nem telt el másfél perc, már egymással foglalkozott. Természetesen az anyukák azok nem foglalkoztak egymással, abszolút. Tehát a gyerekek találkoznak egymással, 2 pillanat alatt kommunikációba kerülnek egymással. Na most akkor a felnőttek azok nem. Na most akkor kinek van szüksége a szocializálásra? A gyerekeknek, vagy esetleg a felnőtteknek? Hát senkinek. hát senkinek. A szociális, eleve a szociális az ember, tehát a szociális neveltetés az csak elszúrja az embereket úgy, ahogy vannak. Tehát a szociális neveltetésnek köszönhetően eljut majd óvodába, mire kikerül az óvodából, már egy pár óra kell neki, hogy kommunikációban legyen a társaival, mire kikerül a 8 általánosban és bekerül középiskolában, már pár nap kell, hogy kommunikációba kerüljön a társaival. Tehát jó kommunikációba kerüljön. És ez úgy indult, hogy 2-3 évesen, míg nem jártak óvodába, pár perc alatt kommunikációba kerülnek a gyerekek. Na most akkor miről beszélünk? Tehát itt van egy olyan oktatási rendszer direkt, nem csak itt Magyarországon, hanem a világ jó részén, ahol arról szól a történet, hogy olyan dolgokat tanuljanak a diákok, amit igazából soha nem fognak használni. Tehát soha nem fognak használni. Na most teletömik az embereket lexikális tudással, de akkor minek írják a lexikonokat? Hát akkor nem kellene írni lexikonokat, nem? Hát a lexikon arra való,
hogyha valamit nem tud, akkor leemelje a lexikont az ember a polcra, és megnézze. Minek olyan tudás? Na most arra nem is beszélve, ugye itt közbevetette valaki, hogy ha tud olvasni, most már ugye igazából még az olvasásra sem kellőképpen tanítják meg a gyerekeket. Tehát abszolút felesleges dolgokra tanítják, és ugye már azon gondolkodnak, hogy minek megtanulni számolni, mikor van számológép. Most azon gondolkodnak már az oktatási rendszerbe, hogy nem akarják a gyerekeket megtanítani, tehát erre gondol, hogy tudjanak számolni, nem fejben, írásban és fejben. Csak azt tanítanák meg, hogy hogy kell géppel számolni. Tehát ezen agyalnak már, tehát ez úgy működik, hogy megértsük, minél tudatlanabb egy ember, minél kevésbé tudja használni a fejét, mert az, hogy mondjuk összeadjon vagy kivonjon az ember fejbe vagy akár írásba, azért kell használni a fejet. Mert az írásba a számolásnál is össze kell tudni adni a számokat egyesével. És arra akarják kárhoztatni a jövő nemzedékét, hogy ne használják a fejüket. Mindent csak a gépek kell használtassanak. Tehát a gépek csináljanak mindent az emberek helyett, és az embernek ne kelljen használni a fejét. Miért csinálják ezt, hogy tiszta és világos legyen? Azért, mert egy gondolkodó ember az rossz. Tehát egy gondolkodó emberre nincs szükség, mert egy gondolkodó ember nem fogható be modernkori rabszolgának. Tehát minél kevésbé gondolkodik valaki, annál jobban befogható modernkori rabszolgának. De miért gondolom azt, hogy ez így van? Azért, mert egy gondolkodó ember ki tud találni dolgokat. Oké? Egy olyan ember, aki nem gondolkodik, az nem fog kitalálni semmit, és ki kell helyette találni a másoknak dolgokat. És azért van egy olyan szűk réteg, amely képes a gondolkodásra, amely a gyerekeit nem hagyományos iskolába adja, hanem magántanulónak, és ezáltal a gyerek az nincs elrontva. És ő sem volt elrontva, amikor iskolába járt, mert ő is magántanuló volt. Oké? Na most, tehát olyan világot élünk, ahol azt kellene megértenünk, hogy a hatalom az nem az egyénekért van, hanem az egyének ellen. És ha az egyének nem fejlesztik magukat, akkor egy olyan világ elé néznek, amit még az ember az ellenségeinek se kívánna. Mondok erre csak egy-két példát. Ma fölnéztem az égre, és láttam olyan kondenscsíkot, ahol két párhuzamos kondenscsík volt egymás mellett. Úgy, hogy a kertben a fák így hajlongtak, tehát magyarul fújt a szél. Ha itt lenne a kertben fúj a szél, hogy a fák hajlonganak, a fák ágai, akkor fönn 10 000 méteren, ahol repülők mennek, ott körülbelül 5-ször vagy 10-szer akkora szél van. Na most, a kondenscsík az, hogyha ugye egy repülőnek van mondjuk a két motorja, a két szárnyán, az nincs távolabb 50 méternél, még annyi sincs. És 10 000 méteren
Ugye azt mondják, hogy a kondens csík az pára. És 10.000 méteren nem a pára nem állt össze, hanem csíkba megmaradt, úgyhogy az az 50 méter vagy 30 méter különbségű, tehát két csíkot lehetett látni. És nagy szélben megmaradt. Soha nem volt ilyen régen. Nem olyan régen, az a rég az nem olyan rég. Ha fölnézett az ember az égre, akkor nem két kondens csíkot látott, hanem egyet. És szélben nem volt kondens csík. Mert a párát azonnal szétfújta a szél. Ami azt jelenti, hogy kicsit természetellenes jelenségek vannak ezzel kapcsolatban. És nem csak ezzel kapcsolatban, hanem sok mindennel kapcsolatban, amit nem a természet idéz elő, mint természetellenes jelenséget, hanem nyilvánvalóan az ember. Tehát ugye nem tudom, csak egy példát, hogy tudják-e azt, hogy alumínium és egyéb vegyületet belekevernek a kerozinba, és a repülőknek azt adják, és a repülő azt égeti el. Hát nem égeti el, mert az nem ég el, hanem ugye kimegy a égéstermékként. És ezt állítólag azért csinálják, ezt az alumíniumot, hogy mivel az fényes, hogy visszaveri a napsugárzást. Közben az alumínium az az egyik legveszélyesebb fém, ugyanis egy az egyben rákkeltő és mérgező. Ezért szüntették meg az alumínium kanalakat, alumínium edényeket, mert maga az alumínium az egy az egyben, de nem a tisztán az alumínium, hanem az alumínium oxid. Nem, az alumínium, igen, az alumínium. Az tisztán, mondom, méreg. Szó szerint méreg. Ezzel kapcsolatban van is fönn anyaga az oldalunkon, meg lehet nézni ott a jobb oldali sávban. Érdemes utána olvasgatni. Na most ilyen alumíniumot fecskendeznek be, vagy permeteznek be a légkörbe. És tavaly például azt a hatást láttam, hogy az egész országban a paradicsom levelei, meg a különböző növények levelei elszáradtak. Hát most nem tudom, hogy ennek köszönhető-e, de nem csak nekünk, hanem más. Bárhol jártam, ott, ahol védett volt a, mondjuk a paradicsom, ott nem száradtak le érdekes módon a levelei. Tehát ahol például a ház tövében nőtt, és fedett helyen volt, hát ilyen félig fedett, az ereszt által fedett helyen volt, ott például nem száradt le a paradicsom. És tavalyi nyár nem is volt olyan meleg, mint a tavaly előtti, közel se. Közel se. És tavaly előtt a paradicsomnak ég adta a világon, semmi baja nem volt, és tavaly pedig, ugye tavaly hozták fel ezt a chemtrail dolgot, chemtrail, jegyezzük meg, jó, tehát amit az üzemanyagokba bekevernek, chemtrail, úgy hívják, chemtrail. Az üzemanyagba bekevernek, ezt tavaly kezdték el csinálni. Tehát szisztematikusan, már állítólag régebb óta csinálják, csak Magyarország fölött tavaly kezdték el a permetezést. Na most, hát csak mondok egy példát, tehát hogyha a világ urai nem azon lennének, hogy az emberek lehetőleg minél hamarabb természetes halálnak tűnő betegségekből minél hamarabb meghaljanak, akkor ha ezt nem ezt, ugye, tehát ők gyakorlatilag ezt akarják, ez egyértelmű, mert ugye nézzük meg az élelmiszerek jó részét, amit vegyszereznek. Ugye a vegyszer úgy működik, hogy méreganyagként nehezen ürül ki a szervezetből, és a szervezet mit csinál a méreganyaggal?
azt csinálja, hogy körülveszi zsír szövetekkel, hogy ne okozzon problémát. Tehát ne okozzon maga a méreganyag problémát. Tehát a legtöbb ember, aki duci, nem azért duci, mert duci, hanem azért duci, mert a szervezete védekezik a méreganyagokkal szemben, és ugye így ezért nehezebb is a méregtelenítés olyan embereknél, akiknél már magát a méreganyagokat körbevette zsírszövettel ugye a szervezet, mert ugye ezáltal a zsírszövetben tud kiürülni úgy a méreganyag, mint hogyha az még nem lenne körülvéve a zsírszövettel. Jó, tehát ez csak most egy példaként jutott eszembe. Na most, van egy szabály avval kapcsolatban, hogyha az emberek boldogtalanok, tehát boldogtalanok, ez mindegy, hogy a családjukban, mindegy, hogy egy közösségben, tehát mondjuk egy városban laknak és boldogtalan emberek, vagy egy faluban, vagy egy országban, mindegy, ott jelen vannak az elnyomók, és bőszesen, lázasan tevékenykednek az elnyomók. Tehát ha az emberek elégedetlenkednek, akkor jelen van az elnyomás. Na most, nem tudom, tudják-e, hogy egy nagyon jó példa volt az elnyomók számára a második világháborúban Hitler. És amit Hitler kitalált és alkalmazott, annak egy ilyen finomabb formáját jelenleg is alkalmazzák a világ vezetői. Tehát Hitler rájött arra, hogy úgy lehet irányítani minden további nélkül egy népet, hogyha letaszítja őket félelem szintjére, és akkor harag szintjén lehet őket irányítani. És akkor megnézik, ez tényleg így is volt. A Hitler beszédeiből sugárzott a düh, és egyébként pedig a népe az megfélt. Most a félelmet úgy érik el, hogy az embereknek, embereknél elérték azt, mielőtt ezt a gondolatot befejezném, gondolja végig, hogy az ön, ha mondjuk hasonló korú, mint én, ilyen 50, de ha 40 valamennyi, akkor is, ha végig gondolja, hogy az ön szülei, nek a szülei, azaz az ön nagyszülei, azok mik voltak annak idején? Alkalmazottak, tehát eredendően, vagy vállalkozók. Akkor rá fog jönni, hogy Magyarországon a háború előtt, tehát a második világháború előtt, a lakosság 80%-a a mai értelemben vett vállalkozó volt. Ami azt jelenti, hogy vagy saját földjén dolgozott, vagy saját üzlete volt. Most a lakosság 20%-a se, vagy mondjuk legyen 20%-a vállalkozó, de annak nagy része az a baj, hogy kényszervállalkozó. Tehát ők nem kényszervállalkozók voltak, például az én egyik nagyszülőm az Schusterboltja volt, cipészboltja, a másik nagyszülőmnek meg saját kis 21 hektárja volt, és azon működött. Vagy 21 hold, hát most nem tudom, hogy hold vagy hektár, mindegy.
Jó, tehát lényeg az, hogy, és ez valóban így van, hogy ha megnézi a háború előtti elődjeit, akkor a magyarok azok vállalkozók voltak, és szerte a világban is ez így működött. Ezt most miért mondom? Mert az embereknél el kellett érni, hogy ne legyenek vállalkozók. Mert egy vállalkozónak sokkal biztosabb munkája van, mint egy alkalmazottnak. Tehát én 1987-ben kezdtem a vállalkozást. Először mellékfoglalkozásban, rá 6 évre, 93-tól fő tevékenységben, de akkor már cégtulajdonosként folytattam. És azóta, 93 óta én nem voltam, max a saját alkalmazottam, és azóta nekem nem volt egyetlen egy olyan napom, hogy ne lett volna munkám. Hát nyilván azt megtehettem, hogy nem dolgoztam, de egyetlen egy napom se volt, hogy ne lett, hogy én azt mondhattam volna, hogy nekem nincs munkám. Mert az más, hogyha én azt mondom, hogy nem akarok most dolgozni. Meg más az, hogyha azt mondja az ember, hogy nincs munkám. Ma Magyarországon a vállalkozókon kívül nem sok olyan ember talál, aki el tudja azt mondani, hogy 22 éve neki van folyamatosan munkája egy szervezeten belül. Tehát egy szervezeten belül. Tehát nem úgy, hogy ide ment, oda ment, közben munkaviszonyt váltott, stb. Stb., hanem egy szervezeten belül. Na most gondolja végig, hogy javult-e ez a helyzet az idők múlásával. Tehát vajon, ha most statisztikailag megnéznénk azt, hogy egy átlag magyar egy munkahelyen mennyi időt tartózkodik, hány hónapot vagy hány évet, akkor ön szerint javul-e ez az arány, vagy romlik? Ugye nem kérdés, hogy mióta a rendszerváltás van, azóta folyamatosan egyre kevesebb időt töltenek el az emberek egy munkahelyen. Nem így van? Na most, ha ezt megnézzük tovább ezt a kérdést, akkor hogyha 25 év alatt ebben nem történt változás, akkor fog-e történni a következő 25 évben? Pozitív változás. Fog történni változás negatív értelemben. Nem tudom, tudják-e azt, hogy ha a technikai forradalom eszközeit teljes egészében használnák a vállalkozások, és az állami szférában is kihasználnák teljesen a műszaki tudományt és a technikát, akkor nem tudom, tudja-e, hogy már a lakosság 80, csak nem 80%-a lenne munkanélküli. Én most az aktív kereső lakosságot mondom. Ami gyakorlatilag most azt mondják, hogy olyan 7% a munkanélküli. Hát nem reális, de ezt mondják, olyan 7% körül van. De igen, mert ugye azt, akinek lejárt a munkanélküli segélye, azt már nem sorolják a munkanélküliek közé. Ezért nem reális. Nagyon érdekes a statisztika. De akkor több mint, vagy igen, hát akkor körülbelül 80% lenne már. Tehát amikor egy kormány azt mondja, hogy munkahelyeket kell létesíteni, akkor gyakorlatilag azt mondja, hogy menjünk ellene a technikai fejlődésnek. Mert a technikai fejlődést azt hozza, hogy nincs szükség a kézi munkaerőre. A legjobban a férfiakkal szúrtak ki,
Mert régen szükség volt a fizikai munkára. Manapság nincs, alig van olyan fizikai munka, amihez tényleg férfiak kellenének. Mert a gépekkel gyakorlatilag szinte minden fizikai munkát meg lehet oldani. Tehát mivel fizikai munkát már nem nagyon kell végezni, ezért amit a férfiak meg tudtak csinálni, nem fizikai munkákat, vagy nem fizikai munkához kapcsolódó dolgokat, azt nyilván a nők is meg tudják csinálni. És ugye tehát ott, ahol alkalmazottakat vesznek föl, ott szívesebben dolgoztatnak nőkkel. Miért? Nagyon egyszerű oka van. Azért, mert a nők hűségesebbek, kevesebb fizetéssel is beérik, nem hőbörögnek annyit közel se, mint a férfiak. Nem harcolnak általában a főnökükkel közel se annyit, mint a férfiak. Tehát ebből a szempontból sokkal jobb egy női alkalmazott, mint egy férfi alkalmazott. Na most ezáltal a férfiakat kitették annak, hogy a férfiakra gyakorlatilag lassan a munkaerőpiacon nem lesz szükség. Csak az a baj, hogy ez úgy működik, hogy egy férfi, ez a következőképpen működik. Ha van családja, akkor ez beindul, ez a fajta működés. Ha nincs családja, akkor még nem annyira. Tehát egy férfi úgy működik, hogy ha lesz egy felesége, akkor elkezd fölvállalni felelősséget, és elkezd többet dolgozni, mint előtte, mint mikor nem volt felesége. És ha gyereke is lesz, akkor elkezd még többet dolgozni a családjáért. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egy férfit a munka élteti azért, mert van értelme, mert a családjáért teszi. És ha egy férfinak nincs munkája, akkor gyakorlatilag az értelmét veszik el az életének. Ha ezt valaki nem gondolja, hogy így van, akkor egy kis genetika, jó? Tehát sok ezer éven keresztül a férfiak tartották el teljes egészében a családot, és a férfiak nélkül a nők éhe haltak volna. Ezért a férfiaknak ugye vadászni, halászni, madarászni, földet művelni, stb. Kellett, hogy el tudják tartani a családjukat. És életük végéig csinálták. Például a nagyapám olyan 84 vagy 85 éves se halt meg, de még 78 éves korában kaszált. Tehát mondhatni azt, hogy szinte a utolsó pillanatáig az életének dolgozott valamilyen szinten, nyilván nem annyit, mint fiatalabb korában, de dolgozott. Nyilván kényelmesebben, de dolgozott. Neki nem volt nyugdíja. És például azzal, hogy a férfiaktól elvették a munkalehetőségeket, azzal azt érték el, hogy a férfiak most már majdnem 10 évvel hamarabb meghalnak, mint a nők. 10 évvel rövidebb az átlag életkoruk. És ez annak köszönhető, hogy a férfi azt érzi, hogy nincs rá szükség. Tehát az ember úgy működik, hogy addig él, míg azt érzi, hogy szükség van rá. Jó, nyilván kezdetben ez nem így van, mert ugye kezdetben abszolút az élesztőztő működik, de amikor idősödik az ember, és eljön az a 35 év utáni időszak, főleg a 42 utáni időszak, amikor az illető már ugye fontos, hogy azt érezze, hogy szükség van rá. És ugye a nők jobban érzik, hogy szükség van rájuk, mert a családban szükség van rájuk. Tehát a nők
mindig igénybe vannak véve, vagy legtöbb esetben igénybe vannak véve a család részéről. Unokák, stb. Na, a férfiak nem ebben élik ki, hanem a munkában élik ki a szükségességet. Tehát amikor egy férfinak például adnak nyugdíjat, akkor onnantól kezdve azt érzi, hogy ő rá nincs szükség, mert gyakorlatilag azt a pénzt nem ő állítja elő, nem tudom világos-e, hanem azt kapja. És ugye úgy van kitalálva a rendszer, hogyha a férfi meghal, akkor a nő majd fog kapni özvegyi nyugdíjat. Tehát igazából most, hogy a férfi él vagy nem él, az állam szempontjából szinte mindegy. Na most ez azt jelenti, hogy azzal, hogy például megnézzük, az unokatestvérem egy 1200 fős faluba lakik, és megszámolta, hogy a faluban van 75 özvegy asszony és 14 özvegy férfi. Óriási különbség. Na most, ha megnézzük, tudják a hatalom, hogy hogy működik az ember, honnan tudják, nem azért, mert olyan okosok, hanem azért, mert pszichológusokkal veszik körül magukat. És a pszichológusok a tanácsadóik, a pszichológusok meg egy az egybe az ember működésével foglalkoznak, mert ezt tanulták. Na most, ezért pontosan tudják a hatalomban lévő emberek, hogy hogy működik az ember. Tudják azt, hogy a nő az egy szociális lény. Tehát a nő egyedül sokkal kevésbé van el, mint egy férfi. Tehát a nők több ezer éven keresztül nem dolgoztak önmaguk egyedül, hanem mindig csapatban voltak. A férfi az képes volt elmenni egymagába vadászni, vagy egymagába dolgozni a saját földjén. A nők ezt sose csinálták, mindig csapatban dolgoztak. Tehát ezt pontosan tudják a pszichológusok, hogy a nőknek sokkal nagyobb szükségük van a társaságra, mint a férfiaknak. De ha a férfiak meghalnak ideje korán, akkor teljesen jó, mert a nők boldogtalanok lesznek pár hiányában. Mivel nincs pár, nincs elég férfi. Itt, ahogy idősödünk, ugye régen ez úgy működött, hogy a férfiak és a nők átlag életkora megegyezett. Most majdnem 10 év van közte. Direkt csinálják, hogy ez így működjön, hogy még nagyobb legyen. Tehát ezzel azt is elérik, hogy a nő boldogtalan lesz, és ez úgy működik, ahogy az embernek megy le a hangulata, tehát romlik a hangulata folyamatosan, úgy egyre közeledik a halál felé. Világos ez? Tehát minél rosszabb állapotban van valaki tartósan, annál hamarabb fog meghalni. És ha egy nő pár nélkül van, hamarabb meghal, mintha lenne párja. Világos ez? Tehát az a cél, hogy az emberek minél hamarabb elpatkoljanak. Az a cél, tehát ezt úgy érik el, hogy mérgezik az élelmiszert. Gyógyszerezik az embereket. Nincs olyan betegség, amit gyógynövénnyel ne lehetne kezelni. Ehelyett gyógyszerezik, a gyógyszerek nagy részét vegyszerből állítják elő, a gyógyszerek nagy részét kőolajból állítják elő.
kőolaj az alapanyaga a gyógyszerek nagy részének. Kőolaj. Gyógyszerezik az embereket azért, mert meg kell nézni a gyógyszert, nem tudom, kiszed gyógyszert, nem kell kezeket fölrakni, kiszed gyógyszert, tessék megnézni a mellékhatását. Az a baj, hogy a legtöbb ember úgy szed gyógyszert, bármilyen gyógyszert, hogy nem nézik meg a mellékhatását a gyógyszernek, amit szednek. És ha megnézi a mellékhatását, el fog hűlni. Szó szerint el fog hűlni tőle. Úgyhogy ha valaki szed gyógyszert, akkor az tipikus mérgezés. Jó, tehát tipikus mérgezés, az egy plusz mérgezés, az egy méreganyag, tehát a gyógyszer egy jó része méreganyag. Nem tudom, tudják-e, hogy amikor gyógyszerkísérleteket csinálnak, többet kísérleteznek azzal, hogy kikísérletezzék a mellékhatásokat, mint a gyógyszer hatását. Tehát több időt töltenek el a mellékhatások kikísérletezésével, mint magával a gyógyszernek a hatásával. A világon a gyógyszer az nagyobb üzlet, mint a kábítószer. Egy levél, tehát egy levél árából, ami bejön bevételnek egy gyógyszergyárnak, körülbelül egy kiló gyógyszert tudnak előállítani. Egy levél árából. Ami a 20 szem szokott lenni, úgy durván. 10. Oké, 10 szem szokott lenni. Na most, tehát akkor a levegőt szennyezik chemtraillel és egyéb más nyalánkságokkal is, majd mindjárt beszélek róla, akkor gyógyszert szedetnek, ami vegyszer, ami méreg, mérgezi a szervezetet. Méreganyagokat tartalmaznak az élelmiszerek jó része, ugye a tartósítók és egyéb anyagok. A fogkrémét, ha megnézi, hogy mit tartalmaz, el fog hűlni, hogy mennyi méreg van benne. Ez úgy működik, hogy 2-3 perc alatt a száj nyálkahártyájában keresztül a fogkrém méreganyag tartalma, vegyszer tartalma, az felszívódik a nyálkahártyán. Azt tanítják, hogy minél tovább mosson fogat. Persze, hogy ez a 2-3 percen túl mosson fogad, hogy minél több vegyszer felszívódjon. És ezzel azt érik el, hogy például ott van közvetlenül a pajzsmirigy. A pajzsmirigy betegségek nagy része a fogkrémnek köszönhető. Mondom, a fogkrémnek, tehát a pajzsmirigy rendellenes működése az nagy részben a fogkrémnek köszönhető. Nézzük tovább, akkor ugye vegyszerrel mosunk, mosakszunk, stb. 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 Ami a bőrön keresztül ugye föl tud szívódni, azért, mert direkt nem természetes anyagokból csinálják, és nem a természetes anyagokat adják el, mert megnézzük, mondjuk a természetes anyagból készült szappan, hát nem sokkal drágább, mint a mesterséges anyagból készült szappan. Nem sokkal drágább. És tovább nézzük ezt a kérdést, akkor mit csinálnak még? Problémákat adnak az embernek, hogy az embernek úgynevezett stresszes legyen az élete. Tehát a stressz az egy nagyon jó a szinten van a halálozási statisztikán. Nagyon előjár. A stresszből kifolyólag történő elhalálozás az nagyon élenjáró. Ugye gondoljunk csak a szív és agy. Tehát agyvérzés, vagy szívinfarktus, vagy stroke, ugye agyérgörcs. Tehát ezek,
ezek elég elől járnak a halálozási listán. Na most még tovább nézzük a kérdést. Van az a dolog, hogy ha valakire nincs szükség, akkor az hamarabb meghal. Ezt elérik az embereknél, hogy ne legyen rájuk szükség. Nézzük még tovább. Tehát minden ember akkor boldog, ha előre megérzi, hogy mit kell helyesen cselekednie. Tehát akkor boldog egy ember. Ez az alap dolog. Tehát nem, nincs a más kritériuma a boldogságnak. Ez a kritériuma. Hogy az az ember, aki előre megérzi, hogy mit kell, mit és hogyan kell cselekednie, milyen döntéseket kell hozni, ami helyes, akkor az az ember nem lesz boldogtalan sose. És erre minden ember képes lenne. Mindenki kivétel nélkül képes lenne rá. Mi kell ehhez? Tehát mi kell ehhez, hogy ezt az ember megcsinálja? Ehhez az kell, hogy ugye hallottunk olyanról, hogy frekvencia, és olyanról, hogy energia, olyanról, hogy rezgés. Tehát ezen a bolygón minden rezeg. Tehát minden rezeg, a műanyagból készült tollnak van rezgése magának a műanyagnak. A különböző alkatrészeknek benne különböző a rezgése. Ennek a padnak, vagy asztalnak, nem pad, van rezgése. Tehát mindennek mérhető rezgése van. Nekünk is van rezgésünk. És vannak olyan, hogy agyhullámok, hallottunk ilyenről? Hogyne? Tehát vannak, és az mérhető, sőt pontosan meghatározott frekvencián működnek bizonyos esetekben az agyhullámok. Ezeket pontosan bemérték már. Tehát mivel minden rezgés alapján működik, tehát minden, ezért minden rezgésre egy másik rezgés hat. Például amikor én voltam katona, akkor tanították nekem azt, sőt még ezt már általános iskolában is tanították fizikából, ezt úgy hívják, hogy amplitudo. Ugye az amplitudo azt jelenti, hogy az alsó pontja a rezgésnek, meg a felső pontja a rezgésnek közötti távolság. És tanították fizikából, hogy amikor egy század mondjuk megy a hídon, főleg ha az függő híd, mint mondjuk az Erzsébet híd, ugye az függő híd, akkor időnként a parancsnoknak lépésváltást kell parancsolnia, mert ha ugyanabba az ütembe lépnek egy-kettő, akkor képes egy híd leszakadni. Ezt úgy hívják, hogy amplitudó növekedése lesz a hídnak, és olyan rezgésbe kerül a híd, hogy leszakad a híd. Erre már több példa volt a történelem során. És lényeg az, hogy az egy rezgés, hogy ugyanabba az ütembe mennek a katonák, és az a rezgés hozzáadódik a híd rezgéséhez. Például leszakadt egy híd nem olyan jó pár évvel ezelőtt, mit tudom én hol, azért mert olyan hullámokban fújt a szél, ami megegyezett pont azzal, ami a hídnek a rezgése, és a híd úgy belengedt, hogy összedőlt. Egy függő híd. Egy komoly híd. Na most, tehát minden rezgés hat egy másik rezgésre. Tehát az is biztos, hogy az embernek van lelke. Hát ez biztos. Hát ugye az emberek többségének, inkább úgy mondanám. Vannak lelketlen emberek természetesen, akinek ugye azt magyar nyelvben azt mondják, hogy lelketlen, nem véletlenül. Tehát vannak, ugye vannak lelkes emberek, tehát vannak olyanok, akiknek van lelkük, és
Hát nyilvánvaló, hogy a kommunikáció az nem csak olyan formában működik, de amit én most kimondok hangokat, ugye azt a hangszálam megrezegteti a levegőt, az egy rezgéssé válik, és abból lesz egy hang. De mi nem csak így módon vagyunk képesek rezgést generálni a kommunikációnkkal, hanem képesek vagyunk arra is, hogy rezgést generáljunk az agyhullámainkkal, és akár úgy kommunikáljunk. Na most, egy biztos, hogy mindenki képes volt, és képes lenne arra, hogy kommunikációban legyen a saját lelkével. A saját lelkünknek vannak sugallatai, súgásai, a sugallat azt jelenti, hogy súgásai, azért súgás, most csak mi halljuk, mert ugye a lelkünk az itt van bennünk, és súgna az agyunknak, hogy mit kellene helyesen cselekedni, de ez úgy működik, hogyha az ember rossz állapotban van, akkor alacsony frekvencián rezeg, de a lelkünk az magas frekvencián kommunikál, és ha a lelkünk magas frekvencián súg, mi meg alacsony frekvencián hallgatjuk, akkor az soha nem fog összetalálkozni. Mégis vannak olyan emberek, akik valahogy föl tudják magukat tornászni, például mondjuk meditációs állapotba, fölhozzák magukat jó állapotba, és akkor képesek arra, hogy kapcsolatot teremtsenek a saját lelkükkel, és a saját lelkük sugallatait meghallják. Tehát például képesek arra emberek, hogy mondjuk egy jó döntést kell hozni, akkor fogja, meditációs állapotban végig gondolja azt, nem kell végig gondolni, megkapja a sugallatot arra, hogy neki milyen döntést kell hoznia. Mondom, meditációs állapotban. Tehát ezt meg lehet tanulni, meg lehet csinálni, és az emberek erre képesek gyerekkorban, születésüknél fogva, és az óvoda, iskola és a szülők hűítése azt a célt szolgálja, hogy az emberek átnevelődjenek, elveszítsék azt a képességüket, hogy erre képesek. De ha ez nem elég, az elveszítés, mert esetleg az illető mondjuk indigónak született, vagy kristály gyereknek született, vagy szivárvány gyereknek született. Ami azt jelenti, hogy egy kicsit másként működik, másként rezeg, mint a többi gyerek, akkor ugye lehet, hogy ő megtartja ezt a képességét. Na azért, hogy mégse tudja ezt a képességét használni, ezért kitalálták azt, hogy milyen frekvencián lehet megzavarni az emberek kommunikációját a saját lelkükkel. Ezt a frekvenciát használják a tévéknél például, nem vicc, komoly, meg kell nézni, mondjuk néz valaki, mondjuk egy gyerek néz egy tévét, vagy egy idős ember néz egy tévét, és akkor így néz, így nézi a tévét, tehát látni, hogy meg van zavarva az illető. Következőt csinálják még a tévén keresztül, vagy a tévén kívül, a mobiltelefon tornyokon keresztül
sugároznak olyan frekvenciát, ami zavarja az ember kommunikációját a saját lelkével. Tehát a lelkünk az egy felsőbbrendű lény, főleg hozzá az emberhez képest egy felsőbbrendű lény. Tehát ami azt jelenti, hogy az ember képes lenne úgy működni, mint egy felsőbbrendű lény. Ha gyerekkorától a legtöbb ember nem kapna elnyomást. Az elnyomás az a gyerek esetében, amikor lelki vagy fizikai fájdalom éri, és nem oltják ki ezt a lelki vagy fizikai fájdalmat. Tehát, hogyha a gyerek kisgyerekként éri, a gyereket éri egy fizikai vagy egy lelki fájdalom, akkor azt utána a szülőnek a gyerekből ki kellene oltani, hogy ne rögzüljön múltbéli negatív emlékképként. Egyébként ezt tanuljuk, hogy hogy kell csinálni, van kifejezett ilyen képzés. És lényeg az, hogy amikor elrögzülnek a múltbéli negatív emlékképek, azok azt a célt szolgálják, hogy ha van egy hasonló helyzet, akkor újból életbe lépjenek, és úgy működjön az illető, szinte azt érezze, mintha most is abban a helyzetben lenne, mint ami a múltban történt vele. Emiatt megismétlődnek, sokszorozódnak az emberekben a problémák. Tehát most gondoljon végig, mit tudom én, mondjuk van egy probléma, elraktározódott, tehát egy negatív múltbéli emlékkép, fájdalom, lelki vagy fizikai fájdalom, elraktározódott. Hányszor lehet olyan, hogy valamelyik érzékszervünk hasonlót lát az élet során? Ami azt jelenti, hogy előidézi azt a helyzetet. Tehát egy fizikai fájdalomból lehet, hogy az életben csinál ezret. Na most hány fizikai fájdalom érte az ember? És ahhoz képest hányszorozódik a probléma az életében? Nem tudom, világos-e? Nem tudom, érthető ez? Tehát mondjuk egy gyerekkorban, mondjuk 7 éves korig érte egy gyereket fizikai fájdalom mondjuk 1000, ha az még az életében az az 1000 fizikai fájdalom százszorozódik, akkor az 100 000 fizikai fájdalom az életében. 1000 fizikai fájdalomból lesz 100 000 fizikai fájdalom. És hol vannak még a további új fizikai fájdalmak? Nem tudom, világos-e? Tehát mivel a szülők nem tanítják, mert nem tanulják, hogy hogy kell a gyerekből ugye kiszedni azt, hogy nem ki kell műteni belőle természetesen, azt, hogy ez a múltbéli emlékkép ne rögzüljen, hogy kell csinálni, mit kell ott csinálni, ezért ugye rögzülnek. Ez azt jelenti, hogy az illető tel is tele lesz problémával, és eljut oda az illető, hogy nem elég, hogy tel is tele van problémával, még be is zavarják a kommunikációját a saját lelkével a telefontornyokon keresztül és a tévén keresztül. Tehát a tévé frekvencia, nem az tévé adás, nem a tévé adásról van szó, az egy más manipulációs kérdés, hanem a tévé képernyő frekvenciájáról, az 50 Hz-ről meg a 100 Hz-ről, amin a tévék működnek. Arról van szó. Tehát ez egy olyan frekvencia, ami gátolja a kommunikációt
a saját lelkével az illetőnek. Tessék megnézni, ha ön tévét néz, akkor semmilyen kapcsolatban nem lesz a lelkével, semmilyen pozitív megérzést nem fog kapni. Tessék figyelembe venni. Semmilyen nem lesz. Tehát elérik az embereknél, hogy ne legyen kapcsolatban a saját lelkével, ezáltal nem képes arra, hogy jól megérezze előre, hogy mit kell tennie és mit kell cselekednie. Mert ha az ember megérezni előre, akkor mindig helyes döntéseket tudna hozni, és helyesen tudna cselekedni, és nem okozna saját magának és másoknak problémát. Világos ez? Tehát egy olyan világban élünk, ahol népirtást akarnak elérni törvényes módon. Oké? Okay? Le akarják csökkenteni a lakosságot ott, ahol csak hozzáférnek, drasztikus mértékben. És hogy tudjuk, ezek más lények, mint mi vagyunk, akik ezt az egészet generálják. És akiknek a szolgálói az állami vezetők. Akik ezeket csinálják, azok a multinacionális cégek első számú tulajdonosai. Tehát ők csinálják az egészet. Ők nem azonos lények velünk, csak úgy néznek ki, mint mi. Múltkor kérdezte valaki, hogy meg lehet-e őket különböztetni. Hát az a baj, hogy nem, csak a viselkedésükről lehet megkülönböztetni. Ön megnézi például az angol királynőt, soha nem látta például teljesen jó állapotban. Például mondjuk még jó kedvűnek sem látta sose. Tehát az angol királynő, ő például genetikailag eltér a többi embertől. És nem csak a királynő, hanem a királyi család többi tagja is. Tehát amikor ő próbál mosolyogni, akkor ez, nem tudom, megfigyelték-e, hogy az erőltetett, az a mosoly. Tehát ők más faj ezen a bolygón, egy más teremtő által létrehozott faj, most hogy milyen teremtő, most erről nem szeretnék beszélni, más teremtő által létrehozott faj, és ők szépen nekünk, mi csak, tehát nekik, mink csak hasonló lények vagyunk, akiket ki kell pusztítani, és csak max annyi főnek kell maradni, akik őket fogják szolgálni a jövőben. Tehát akik szolgaként működnek majd. Na most, ezt most azért mondtam el, hogy világos legyen, hogy van közös ellenség, a közös ellenséget úgy hívják, hogy kékvérűek, vagy úgy hívják, hogy hidegvérűek. Jó? Akkor innentől kezdve már könnyen felismerhető, tehát a hidegvérű lények, emberi lények, azok nem olyan emberek, mint mi vagyunk. És akikre azt mondják, hogy kékvérűek, azok sem olyan emberek, mint mi vagyunk, csak kinézetre, de genetikailag elég nagy százalékban különböznek tőlünk. Jó? Tehát van közös ellenség. Jó? Tehát nem az ember a közös ellenség, hanem az ember szabású hidegvérűek. Az ember szabású kékvérűek a közös ellenség. Világos ez? Most ezt azért mondom, hogy ez tiszta és világos legyen. Jó, tehát odafelé haladunk, hogy mindenkit kontrolláljanak, a maradékot természetesen, de lehetőleg ugye, ha nem tudnak 7 milliárd csippet berakni az emberekbe, de 500 millió embernek már lehetne csippet adni, ha csak 500 millió maradna. Na most én úgy gondolom, hogy lehet bambán nézni mindannyiunk számára, hogy e felé megy a világ,
Vagy pedig lehet tenni az ellen, hogy tudatossá tegyük az embereket, és ne hagyjuk magunkat. Nem tudom, világos-e. Tehát, hogy ne hagyjuk magunkat. Ami azt jelenti, hogy bármi olyan dolgot akarnak lépni, akkor ezt úgy hívják, hogy népi engedetlenség. Amikor azt mondja egy nép, hogy velünk ugyan nem fogjátok megcsinálni, mert nem hagyjuk magunkat. Ennyi. És az egy békés forma. Tehát a népi engedetlenség az egy békés formája. Ugye most próbálják, tesztelik a kártyákat, tehát először ugye a kutyákon kezdték el a csippek tesztelését, most próbálják tesztelni a kártyákon, tehát most már az embereknek, hamarosan mindenkinek olyan személye lesz, amiben lesz egy csip, egy kis kártya, és lesz benne egy csip, és az, a csip az tartalmaz minden azonosítást. Jó, majd ki fogjuk próbálni, hogy hogy lehet blokkolni azt a csippet. Természetesen, úgyis a magyar az mindent kitalál. Hát ez nem kérdés, hogy ki fogjuk az ilyeneket találni. Azért, mert az képes arra, hogy ugye bár a mobiltelefon is képes arra, hogy mindenkinek a helyét meghatározza, hogy hol tartózkodik, sőt, ki is hallgassák az embert, hogyha nincs kivéve belőle az aksi. Sőt, már lassan úgy működnek a mobiltelefonok is, hogy abban is van olyan chip, hogy a vevő mégis a vevőn keresztül veszik a felvételt, a hangfelvételt. Na mindegy, nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egy olyan világot élünk, ahol észbe kellene kapni az embereknek, és nekünk lenne a szerepünk, hogy észbe kapjanak az emberek. És a második részben én beszélni fogok arról, hogy találkoztam egy olyan dologgal, amivel én foglalkoztam már régen, de úgy Isten igazából még nem hozta ki belőlem a szót, de most már kihozta. Úgyhogy egy kis manipulációval kapcsolatosan, hogy miként manipulálják az embereket. Tehát mi mivel is foglalkozunk? Van nekünk egy, gyorsan végigszaladunk itt, van nekünk kétféle szolgáltatásunk, és aki nem tudná, hogy kétféle van, akkor mondom. Ez azt jelenti, hogy probléma megoldó és megelőző képességfejlesztő továbbá ember és életismeret tudásának rendezvényei. Ez esetenként fog lenni, jelenleg havonta egyszer lesz ilyen, a következő ilyen, ami még nem volt, május 30-án lesz. Tehát május 30-án. Az ünnepek miatt, meg a szeminárium miatt kellett ilyen sokára tenni. És a másik, a rendszeres, az az ember és életjobbító coach bizonyítványokat és diplomát nyújtó hivatás elsajátításához szükséges tréning. Ami azt jelenti, hogy ez két külön szervezés, mondom mindenkinek. Két külön szervezés, két külön dolog. Nyilván, aki a másodikat igénybe veszi, az első az gratis, de aki az elsőt vesz igénybe, az nem vehet igénybe a másodikat. Jó? Tehát ez egy újdonság, majd a második részben erről is fogunk beszélni. És akkor nézzük tovább, hogy mivel is foglalkozunk, mert mindjárt be kell fejeznem. Jó, tehát ha megnézzük, mit nyújt önnek a Nyílt Akadémia, kiváló döntés és cselekvő és megoldó képességeket, tudatosságot, probléma megoldó és teremtő képességeket, hogy képes legyen szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadságban és anyagiakban gazdag, tartósan boldog életet élni. Tehát mi, nekünk rendezvényeink vannak, rendezvényeink rendszeresen kedden, csütörtökön, és havonta egy szombaton, és innentől kezdve lesz egy következő beiktatás is, ami majd új szabályokat is hoz, majd beszélek erről a második részben. Jó, úgyhogy ez új dolog. És a világ egyik legtisztességesebb és legjobban jövedelmező ember és életjobbító, hát
humán hivatását és életpályáját nyújtjuk, egyedülállóan mások fejlődéséből pénzt profitálhat. A Földön nincs még egy olyan szervezet rajtunk kívül, ahol ön mások fejlődéséből közvetlenül profitálna pénzt. Nem tudom, ez világos-e. Tehát lehet úgy pénzt keresni, hogy mit tudom én, mondjuk termékek értékesítése után van, vagy valamilyen, mit tudom én, biztosítást közvetítenek, és azután vannak jutalékok, vagy befektetést közvetítenek, nem nálunk, hanem máshol, vagy bármilyen termék vagy szolgáltatás után. De nincs még egy szervezet a bolygón, ahol tömegek részesedhetnek mások fejlődéséből, pénzt profitálhatnak. Mi vagyunk az egyetlen ilyen szervezet a bolygón, hogy avval foglalkozunk, hogy elvigyük az emberiség számára az aranykort, azt, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, és ebből a fejlődésből bárki, aki szeretne, pénzt profitálhat belőle. Jó? Tehát ez egy teljesen egyedülálló működési forma az egész bolygón. A Nyílt Akadémia rendezvényeit személyesen a helyszínen vagy az interneten keresztül élőben is felvételről is igénybe tudja venni. Tehát a lehető legkedvezőbb feltételek mellett nyújtjuk a tudást, ez itt le van írva, hogy milyen tudás, de erről most nem, mert itt lassan be kell fejeznem. Jó, úgyhogy hát itt most lennének olyan dolgok, hogy mit nyújtunk, élet és emberismeretet, elismerés, szeretetet, önismeretet, önbecsülést, önértékelést, önbizalmat, probléma elhárító képességeket, tartósan jó hangulatot, tudatosságot és különleges képességeket, kiváló párkapcsolati bánásmódot, eredményes gyereknevelést. És mindezt a lehető legkedvezőbb feltételekkel és legkedvezőbb áron nyújtjuk, sehol semmilyen más rendezvényt, ahol tudást, képességeket kap az ember, nem lehet ezen az áron megkapni, ha óradíjba átszámolnánk. Maximális teremtőerő, eredményes munkavégzés, legnagyobb jövőjű hivatás, és még sok-sok más egyéb dolog, jó, amit nyújtunk. Ha bármi kérdése van, kibővítettük egy kicsit a weboldal beltartalmát az újak számára, tessék egy kicsit körülnézni a weboldalon, bármilyen kérdése merülne föl, van egy olyan, hogy kérdésfelelek, akár ott is meg tudja nézni, nézze meg, hogy tud-e azonosulni a küldetésünkkel, rögtön megnyílik az az oldal, amikor a küldetésünk oldal, amikor belép a weboldalunkra, mármint úgy értve, hogy nem fellép, hanem belép a regisztrációs adataival. Tehát nézzen körül, ha valami olyan kérdése lenne, amiben nem kapott választ az oldalon, amit nem nagyon hiszek, legfeljebb csak nem találta meg, forduljon a vezetőjéhez vagy az irodánkhoz, vegyen részt a Nyílt Akadémia rendezvényein, várjuk szeretettel, próbálja ki, nem fogja megbánni. Mindenkinek további szép estét kívánok, negyed óra múlva találkozunk, megkérem, hogy mindenki csatlakozzon át. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!